Több ezren buliztak pénteken éjszaka a Bagosi Brothers koncertjére Bonyhádon. A Tarka Marha Fesztivál első napjának sztárvendégeinek a fellépésére emberekkel teltek meg a központ környéki utcák. Szombaton kora délutántól a felújított kaszinókertben folytatódott a program. A hagyományos főzőversenyen idén minden korábbinál több csapat vett részt. A zsűri csak azt kötötte ki, hogy a bográcsokban marhahúsból készült ételeknek kellett készülnie. Volt, aki igazi különlegességgel próbálkozott. Az egyik standnál például argentin ragút főztek. Költ egy kicsit a hagymát, megdínszteljük paprikával együtt, ráraktuk a marhát, paradicsommal, paprikával, hagymával, mindennel együtt elkezdtem főzni, és akkor ez csak így fő magától, úgyhogy semmi különös. A helyiek már nagyon hiányolták a járvány miatt utoljára 3 éve megrendezett fesztivált. Ez egy nagy találkozás, ilyenkor összejönnek a családok, ugye mi is nagyon sokan jövünk ide, ilyenkor látom itt a fiatalok is, az én korosztályom is körbenézek, azért elég sokan vagyunk, akik ismerősök is, meg ilyesmi. Bonyhád polgármestere szerint az idén 22. alkalommal megrendezett Tarka Marha Fesztivál vonzerejét a kulturális és gasztronómiai élmények mellett éppen az adja, hogy ilyenkor egy kis időt újra együtt tölthetnek az emberek a rég nem látott családtagokkal, rokonokkal, barátokkal. A Tarka Fesztivál időpontja és programjai azok egy olyan fix pont az évben, amikor mindenki hazajön, hogyha máskor nem, legalább a fesztiválkor találkozzanak régi barátokkal, ismerősekkel, a családdal, és ez teszi igazán erőssé és a közösségeket erősítve a rendezvényt, és ezért van ez a nagyszerű hangulat. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője szerint a fesztivál nem csak Bonyhád, hanem az egész völcség számára kiemelt jelentőséggel bíró rendezvény. A civil kezdeményezésre azért jött létre ez a fesztivál, mert szerettük volna újra ráirányítani Bonyhád értékeire, illetve ennek a térségnek az értékeire a figyelmet, és ezen belül is a bonyhádi tarkamarhára vagy tájfajtára. A Tarka Marha Fesztivál 3 napos programsorozatának ideje alatt összesen több 10 000-en fordultak meg a völcségi városban.